Újabb rendezvénynek adott otthont a József Attila könyvtár. Détári Anna fuvola estjével kedveskedtek városunk lakóinak az intézmény dolgozói. A könyvtárban eddig még sohasem rendeztek hangversenyt. A zenei esten Polgár Lilla előadásában felcsendültek a művésznő saját versei is. A fuvola muzsikát a versek hangulatához választották ki, de figyelembe vettek több tényezőt is, így más előadó darabjai is felcsendültek az este során. A darabok azok nagyon vegyesen vannak összeállítva, nagyobb részben kortárs. Nagy Ákosnak három darabja fog elhangzani, Barát Bálintnak egy fuvola szólórét darabja, de két Bach tétel, illetve egy Debussy szólóra is sor kerül. Leginkább a versek hangulatához lettek választva a darabok, illetve a darabok vonzották be a verseket. Maga a műsor egy nagy évet képez, kvázi performance jelleggel. Katona Zsuzsanna, József Attila könyvtár vezetője elmondta, próbáltak nem mindennapi előadást szervezni, ezért is esett a választás a művésznőre. Az intézmény helyi vagy városunkból elszármazott fiatal zenészeknek kívánt lehetőséget biztosítani. A Dunai Városi kötődésű vagy a Dunai Városból elszármazott fiatalok számára tudjunk adni egy kis megjelenési lehetőséget. Azt mindannyian tudjuk, hogy a fiatal művészek nem túl gyakran vagy nem túl sokszor jutnak közönség elé, és nekik fontos ez, hogy megpróbálják magukat, hogy milyen hatást gyakorolnak a közönségre, és azt gondoltuk, hogyha akármilyen kevés közönséggel is, vagy akármilyen sikerrel is, mindenképpen egy élmény lesz a művészek számára, illetve nekünk is. Azért itt el kell mondani, hogy még annyiban bővült ez a Dunai Városi Kör, hogy az esten Polgár Lilla, a helyi színház színművésze fog közreműködni. A vezető kiemelte, a könyvtár életében ez egy rendhagyó esemény volt, és bízik benne, hogy a kortárs zene az intézmény részévé tud válni a jövőben.